Az előző részek tartalmából. Az előző részekben bemutattuk, hogyan készülnek a szebbnél szebb hattyúk, szívek és tulipánok, továbbá Jani beavatott minket a kulisszák mögötti titkokba, és ha láttad az előző adást, akkor gondolom már kíváncsian várjátok, hogy végre lekerüljön a lepel, és kiderüljön, hogy hogy is készülnek a színes kávék. Szóval nem is húzom tovább az időt, kezdünk! Valójában ezt a marcipánba használják a marcipánba a cukrászok, hogy színes legyen a marcipán tőle, vagy stb. És mi kitaláltuk azt, bariszták, hogy miért ne lehetne tej is színes, amit öntünk a kávéba, vagy netán gyerekeknek szokunk csinálni csak színezékből és tejből ilyen meglepetést, hogy ők is ihassanak kávét a szüleikkel, vagy valami. Első dolgunk, hogy tejet felforraljuk. Utána elő van nekem készítve ilyen színezék, és beleöntjük a tejet. És ezt minek kevertük most be? Ezt majd most meg fogod látni, hogy először ugye öntök egy kis tejet a pohárba alapnak, és utána ezeket a színeket hozzáadom. Aha, de én akkor ilyen szivárványos. És akkor ilyen szivárványos hatást fog kelteni. Hát már most nem jutok szóhoz. Ugyanúgy, mint a kávénál, kicsit öntünk, és utána mehet bele a szivárvány. Wow. Hát úgy izgulok, mint valami filmet néznék kavajon is. És most van az a jelenet, amikor nem akarsz kimenni meg pisilni se, nehogy lemaradjál valamiről. Hát komolyan mondom. Wow. És akkor van ilyen... Wow. Kezdésre. És utána lehet konkrétumokat is. Most megpróbálunk egy hattyút. Aha. Ugyanezzel a taktikával. A mester alkot, hihetetlen. És akkor így fog kinézni. Ilyen színes lesz. Akkor ennek nincs, ebben nincs is kávé valójában, nem? Nincs. Egyenlőre csak tej. Akkor csak tej meg színezék. Igen. De ugye ez nem csípős paprika? Nem. Úgy néz ki. Lehetne az is. Darált paprika. De akkor nem csak színe lenne, hanem íze is. Nem is vízfesték, ugye? Nem. Úgyhogy az gyerekeknek is adhatjuk? Persze. Többnyire nekik szokom készíteni cappuccino helyett. Aha. Kinder cappuccino. Igen. Fantázia. Wow. Egy szív fejű hattyú. Neked nincs olyan, hogy csak csinálsz egy sima kávét, nem? Nincs, abszolút. Meg is értődöm, hogyha... Csak sima eszpresszót kér valaki. Még a eszpresszó nem is annyira, a hosszú kávé az, ami idegesít. Aha. Ezt hány év után kezdted el a színeket? Mivel, ahogy gondolom, az első év, mikor ezt elkezdted, ezt a latte artot, még eszedbe se jutott volna, gondolom, hogy te itt. Hát nemrégiben egy éve, két éve jöttünk rá, hogy... Aha. Hogy lehet így is megbolondítani a kávét. Ja, én közben csinálok róla egy Insta story-t, mit szólsz? Uh-huh. A mester alkot. Wow. Unglaublich. Cívfejű hattyú. Akkor így is lehet kávét főzni. Unglaublich. Most ez mi lesz? Az lepke. A színes lepke? Így van. Hol vannak a színek? Az majd utólag kerül bele. De már tele a pohár, hova akarsz még? Vagy ezt rajzolni fogod?
Persze, hogy... Ah, szó. Ja, hogy így fogjuk ezt rajzolni. Fantázia. Tényleg, azt hittem tényleg, hogy ez már kész van, szalonképes, és nézd meg még. Hihetetlen. Hitted volna ezt, hogy... Még szemen is. Szemen is legyen, légy szíves. Van. Itt a szem. Ja, hogy úgy. Ez egy világbajnokságon szerinted ezzel most mit értél volna? Ez a 2015-ös világbajnoknak a műve. Igen? Kinek? Az a Manuela? Nem. Caleb Csá, Ausztráliában. Aha. Ja, ő volt 2015-ben a világbajnok, és ő ezzel nyerte meg annó. Igen, igen, igen. Nincs több kérdésem, bírónő. Ilyenkor így átfut a fejemben, hogy tényleg van még mit tanulnom. Dehogy is. Ez is egy új latte art, ez vízfesték. A legnagyobb dolog, ahova eljutottam ennek köszönhetően, az Brazília volt idáig, Dél-Amerika. Az valami hihetetlen élmény volt tényleg. Ja, ott ti elmentetek ezekre a kávéültetvényekre? Persze, persze. Itt a főnöksége úgy döntött, hogy lehetővé teszik nekem, hogy láthassam élőbe is a kávévirág fejlődését, meg a munkálatokat velük, mivel hogy ha valaki kávéval szeretne dolgozni, akkor az jobb, hogyha látja élőben, hogy tényleg miről is van szó, hogyha azt mondjuk egy farm, vagy egy kávévirág, vagy egy kávécseresznye, vagy a fermentáció, vagy szóval ilyen. Hát, hogy lásd, hogy honnan jönnek az így alapoktól. Van, tényleg, így van, hogy... és Tényleg az volt a legnagyobb élményem egész életemben mondhatni, hogy ott tényleg saját kezembe foghattam a friss kávécseresznyét, és szétszedtem, és tényleg benne volt az a két kávészem. Látni rajtad ott tényleg, hogy ezek nem kitalációk, ezeket tényleg te megéled, átéled, és gondolom suliban, amikor rajzórán rajzolni kellett, azért nem gondoltad volna, hogy ez egyszer még így kávékra fogsz rajzolni, és... Bukásra álltam mindig mindenből, egyetlen egy a rajz volt az, amit elnézett a tanárnő, mivel hogy az nem nagyon van minden embernek szüksége a rajzra, ugye nekem az abszolút nem ment. De benned van kreativitás, azt látni. Szóval mosolyomnak köszönhetően mindig megkaptam egy egyet. Tittamból azért, mert hittél benne. Igen. Hát mondhatjuk így is, igen. Ja. De a lényeg az, hogy tényleg nem muszáj tudni lapra rajzolni. A kávé az egy más dolog. Itt nincs esélyünk javítani, itt nincs esélyünk hegyé festeni, itt van egy húzás és ennyi. Ezen szóval nincs radír, amit tényleg ki lehetne javítani. Max, igen. Ilyen színekkel még kicsit meg tudod így szerintem randítani, de wow, fantázia, tényleg hát nem találok szavakat. De úgy, ahogy az előző videóban is mondtam, nekem erre nincs egy az türelmem. Uh-huh. És ahogy mondtad, hogy ez 4 év munka gyümölcse, ami itt van előttünk, hát... Na hát szerintem akkor ez mára ennyi is volt. Mondom tényleg le a kalappa, és gratulálok a sikereidhez. És én itt kiválasztom a következő kávét. Ezt a legszebbet szerintem. Kár lesz meginni, de tényleg jobb, mintha most kiöntenénk. Uh-huh. Minden esetre köszi szépen, hogy itt voltál nálunk, és remélem, hogy nektek a nézőknek is tetszett. Amennyiben szeretnétek tényleg ilyen gyönyörű kávékat készíteni, akkor írjatok Janinak, vagy írjatok nekem, és továbbítom az elérhetőséget Janira. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg tényleg. Jani szerintem az egyetlen ember, akit én legalábbis ismerek, és őt tudom ajánlani, hogy tényleg
megmutatja nektek, hogyan is fogjátok azt a csészét, hogyan öntsétek ki, milyen meleg legyen az a tej. Úgyhogy tényleg én már meg is szeretném inni ezt a kávét, mivel hogy attól félek, hogy ki fog hűlni. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Köszi szépen, sziasztok! Az imént Diary of Alex kalandjainak egyik videóját láttad. Amennyiben tetszett a tartalom és nem szeretnél lemaradni a következő élménybeszámolókról, a legjobb, ha még most feliratkozol a csatornámra, valamint bekövetsz Instagramon és az alul látható linkeken. Ha bármilyen észrevételed vagy kérdésed akadna, nyugodtan fordulj hozzám, írj üzenetet vagy kommentáld a videót. Köszönjük, hogy itt voltál ezen, a búcsúzom, üdv Alex!